Néptáncosok és az itt élő emlékezők vonultak fel a nemzeti ünnep előestéjén a városban. A fáklyás menet a turisztikai központ elől indult, és odatért vissza, ahol táncházzal folytatódott az este. Március 15-én délelőtt a Petőfi szobornál a Nemzeti Lovas Színház művészeinek közreműködésével a himnusszal kezdődött a műsor, amellyel a Szent Balázs Katolikus Általános Iskola tanulói és pedagógusai készültek. Ezzel a műsorral azt kívántuk kidomborítani, amire most Magyarországon talán a legnagyobb szükség van, hogy megvédeni a nemzeti értékeinket, és ehhez pedig nem más, mint a hit szükséges. Ez a nap tükrözi a legjobban magyarságunk lényegét, a szabadság szeretetét. Beírtuk magunkat Európa történelmébe, a forradalom és a szabadságharc meghatározó eseményé lett, mondta beszédében a város polgármestere Fercsák Róbert. A leglényegesebb gondolat ilyenkor március 15-én, hogy méltóak vagyunk-e, méltóak leszünk-e az 1848-as hősekhez, az igaz magyarokhoz, azokhoz a gondolatokhoz, amik akkor arra sarkalták a magyarokat, hogy a szabadságvágyukat kifejezzék, hogy új országalapítást hozzanak létre. És hát ilyenkor mindig a békés elmélkedés a történelmi eseményekről, az egy fő gondolat, vezér gondolat, akkor, amikor egy ilyen beszéd készül. Látványos műsorral mutatkozott be a műsor második felében a Nemzeti Lovas Színház. Ezért mindig arra törekszem, hogy az adott helyszínből kihozzuk a maximumot. Az elején nagyon izgultunk, de aztán a hangtechnika kitűnő volt, a területen volt egy pici kis zöld övezet Petőfi szobor mögött, és ez annyira jól adta magát, hogy ott tudtunk egy picit vágtázni, ágaskodni, mindent bele tudtunk rakni, amit bele kellett. A megemlékezésre városunkba érkezett Erdélyből a Baja Marosvásárhely baráti társaság, kiegészülve a középiskolás hangszeres növendékekkel, akik szintén szereplői voltak a műsornak. Folyamatos ez a kapcsolattartás, lépnek fel a bajai gyerekek is Marosvásárhelyen, úgy, ahogy most is volt. A Baján lépnek fel a Marosvásárhelyi Művészeti Liceum gyerekei, előadásokkal az iskolák között is folyamatos a kapcsolattartás. Az emlékezés koszorúit az önkormányzat, a politikai pártok, a civil szervezetek és a városi intézmények képviselői helyezték el a Petőfi Sándor szobornál.